Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Reggelt, sziasztok fiúk, húzóság! Trécselsz ott kint? Igen, kicsit beszélgettünk. Mit tudnak ilyenkor a csajok ennyire megbeszélni? Szerinted bármit. Együtt járunk WC-re, shoppingolni. Sok-sok rejtély. Egy csomó megbeszélni valónk van. Igen? Aha. Pasi ügyek? Aha. Tényleg? Nem, de hogy. Nem? De Viki vagy a te pasi ügyeid, mert az egyikben érintett van. nem pasi ügyek, nem. Beszélgettünk arról, hogy szét van bombázva az udvarunk, de egyébként ezen kívül minden rendben. Te halálosan fölösleges ilyen női csacsogás, nem? Amit egy pasi miért? Pert. De miért halálosan mert felesleges? Semmilyen információt nem adtok át. Álljunk egymás mellett. Semmilyen információt nem adtok át. Te semmi, csak egy ilyen hallgattam, és az hajam kihullik 10 másodperc után, és el akarok onnan menekülni. Hát a Federerről beszélsz, én meg mindenféle más. Húha. Nem az a baj, hogy miről, hanem, hogy ebben hogyan. Ebben jó, ebben is igazad van. Az meg a csajoknak, kevésbé, nem tudom, érdekes, ebben igazad van. Nem, itt mondom, most arról van szó, hogy nem az, hogy miről beszélsz, hanem hogy hogyan, tudod? De nem így nem, a miről is számít, hát, a miről is. Hogy beszélek? Nem, most körülbelül korrekt témát említett meg. Ugye azt mondja, hogy van valami, amit meg kell csinálni. Na, akkor mi van? Én azt mondom a Balázsnak, ha ez szóba kerül, hogy figyelj, nem tudsz egy jó műves taki. Erről mondja, hogy nem, hívjuk a Janit. Hát, ha ő tud, ő se tudod, tudod mit olvastam egyszer el, hogy a nők miért szeretnek pletykálni? Meg hogy miért beszélnek sokat? Mert az agyukban a sok beszédtől aktiválódik valamilyen örömhormon, tehát aha, hogy a pletyka és a beszéd hatására, amíg te már elhallgatsz, mert nem okoz kielégülést, a nőknek dopamin, szerotonin termelődik az agyában. Én nem tudom, én ezt úgy olvastam, hogyha az ember saját magáról beszél, és akkor itt nyilván képbe jössze is, aha, akkor aktiválódik. Mondjuk gyerekek, az nekem a napi dopamin, a dopamin termelésemet, az valóban megadja. Hogy ezt így még senki nem fogalmazná, a Morning Show az Sebestyén Balázs drogja. Gyerekek, mi lenne velem nélkületek? Hát hány témával lennénk kevesebbek, ha én nem beszélnék saját magáról az életemben? Miről tudnánk nem beszélni? Tehetünk róla, hogy a mi sekélyes, nyomorult kispolgári létünk nem érdekli a hallgatókat, csak a fény, csak a csillogás. A kutyát nem érdekli. Így van. Most azért, mert a mi életünket élik ők is, de a tiedet, az csak te élet. Így van, hát az egy izgalmas dolog. Na mi újság, Juli? Na éppen a kicsit sekélyes életemről szeretnék egy kicsit mesélni nektek. Képzeljétek el, hogy egy héttel ezelőtt találkoztam egy nagyon kedves barátnőmmel, aki fél évvel ezelőtt szült kislányt, és nem volt eddig időnk összefutni, most elmentem meg látogatni, és sikerült végre összehozni a találkát, és hát képzeljétek el, amikor kinyitotta az ajtót, egy gyönyörűen kisminkelt nő, szépen felöltözve, kitisztított gyönyörű lakásban, a gyerek ott fekszik a kiságyban, gügyörészik, jókedvű. És így álltam, mert én azt gondoltam, hogy hát egy fél éves gyerek mellett, vagy hát legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom, nem így néz ki egy nő. Úgyhogy így mondtam neki, hogy hát figyelj, basszus, valami jól nézel ki. Mondom, akkor ezek szerint óriási szerencséd van, alszik a gyerek. Mondta, hogy hát, ó, nem, egyáltalán nem alszik, hasfájós, rengeteget kell, 3-4 óránként. Hát akkor mondom, nem tudom, hogy csinálod, de én nem így néztem ki a hasfájós gyerek mellett fél évesen. És akkor mondta, hogy hát ilyen nem arról van szó, nem ő kell hozzá, neki van két nagymama, meg egy babysitter, akik ő a gyerek egy hónapos korától csatarendbe állított, és ők kellnek a váltott műszakban a gyerekhez, ő pedig alszik a másik szobában, mert hogy egy édesanyától nem lehet elvárni azt, hogy másnap mosolygos, boldog és kiegyensúlyozott legyen a gyerekével, hogyha előző éjszaka nem piheni ki magát. És ahogy mentem haza, nem tudom, egy ilyen bosszúság volt bennem, vagy egy ilyen rossz szájíz, tehát hogy nem nagyon tudtam megfogalmazni, hogy mi a bajom, és akkor itt sokat agyaltam rajta, és aztán rájöttem, hogy hát féltékeny vagyok. És nem arra vagyok féltékeny, hogy neki van két nagymama, meg egy babysitter, hanem a lelkiismeret furdalás hiányra vagyok féltékeny. De mert neked ugyanebben az esetben a lelked az diktálta volna, hogy neked kell fölkelni hozzá a gyerekhez. Így van, mert itt van egy csaj, akit nem érdekel az a szerep, amit ma a jó anyáról gondolunk, nevezetesen, hogy a jó anya az önfeláldozó. És tök érdekes, egy két évvel szerintem ezelőtt... Jó, az anya mindig is önfeláldozó volt, ez nem csak a mai szerep, csak ma szeretitek ezt kiteregetni, hogy úristen, én mennyire önfeláldozó vagyok.
Szerintem a mi anyánk is föl kellett mindannyiunkhoz. Csak ott van egyébként szereptévesztésben szerintem ez a barátnőt, hogy a gyereket egyáltalán nem ezt teszi boldogá, hogy az de anya a kialudta magát, meg ki van sminkelve, meg skatójában van kihoz. Hát ez egy apró pici csecsemő. Neki az a lényeg, hogy az anyja legyen mellette, azt halálosan nem érdekli, hogy most táskás a szeme, vagy nem táskás. Az ő igényei abszolút ki vannak elégítve. Amikor felsír, őt egy nagymama, vagy egy másik nagymama felveszi, és másnap reggel. Csak nem az anyja. És mekkora gyerek? Egy hónapos? Hat. Hat hónapos? Hat hónapos. És egyébként tök kiegyensúlyozott, mosolygós kis gügyögős kisgyerek. És így nem látszik rajta, hogy ő olyan baromira sérülne ebben a üzemmódban. Ha még az apját mondta csak volna. Hasfájós, ugye? Azt tetszett mondani, hogy igen. Mondjuk fáj a hasa. Jó, de hát... Lehet ez az egyik oka ennek. Én hát figyelj, de... Szerintem igen. Szerintem nincs igaz ennek a nőnek. Nagyon nincs. Tökre megértem egyébként, de szerintem te nem így voltál, hogy féltékeny vagy. Igen, és egyébként tudod, mi az érdekes, hogy 2 évvel ezelőtt volt egy, akkor olvastam ezt a cikket, aztán most elkerestem, volt egy közvéleménykutatás, ami arról szólt, hogy a felnőttek mi alapján választanak maguknak példaképet. És sok szemszögből vizsgálták ezt a kérdést, és egyértelműen kitűnt, hogy a nők, azoknak a nőknek tartják az életét példaértékűnek, akik feláldozzák magukat a családjukért. Majdnem minden második ember ezt mondta. Tehát, hogy a nő az egyenlő egy ilyen áldozattal, egy áldozati bárányjal, aki félreteszi a saját érdekeit, szükségleteit, vágyait, és a családjának él. És nyilvánvaló, hogy akkor, amikor én az éjszaka közepén ringattam a 2 gyerek közül valamelyiket, és mondjuk nem aludtam 1,5-2 óránál többet egyhuzamban, akkor nem egy ilyen szuperhíró posztra gyúrtam, és nem arról volt szó, hogy azt vártam, hogy akkor majd másnap valaki engem hátba vereget, és azt mondja, hogy te vagy a szuperanya, mert azt gondoltam, hogy ez a természetes, és ez a normális, mert hogy ez így, ez az üzemmód. De közben meg ha vele gondolsz, tehát hogy melyik gyerek jár jobban? Az ő gyereke, vagy az én gyerekem? Szerintem, az ő gyereke, a tiéd. Aki kiegyensúlyozott anyukával van együtt egész nap, nem. Vagy az én gyerekem, aki én egy nem. Leharcolt, fáradt, nem így van. Széthajtott anyával pörög egész nap. Ebben nincs igazad, Gyuli, szerintem, mert ez nem így van. A gyerek nem így működik, és Janinak adok igazad. Mert... A gyereknek arra van szüksége, hogy igenis éjszaka tevet föl. Tehát, hogy az a nő, aki ezt nem teszi meg, és babysittert állít be, szerintem semmi baj nincs vele. Én nem tudnám ezt megcsinálni, és nem örülnék, ha a Viki így döntene. Mert szerintem a gyereknek, aki 9 hónapig egy volt veled, annak igenis a leginkább a legérzékenyebb időszakában, a születés utáni egy évben arra van szüksége, hogy ugyanúgy egy legyen veled, mint amikor benned volt. Hiszen a semmik állat nem... teszi el magától, vagy rúgja el magától a kicsinyét, mindig együtt alszik vele, ott van mellette, öleli, óvja. Én szerintem az a gyerek, az szorong egyébként ettől, nyilván nem látod rajta, mert nappal mosolyog, ez nem most fog kiderülni, ez később fog kiderülni. Ráadásul több nő veszi föl, nem kapja meg ezt a biztonságérzetet. Szerintem a gyerekvállalás és a gyerek nevelés az arról szól, hogy önmagadat hátrébb sorolod valakinél. És ha ezt nem tudod megtenni, akkor még nem vagy életszülő. Mert az, hogy te fontosabb vagy magadnak, hogy te végig aludd az éjszakát, mint az, akit te vállaltál, és akit te nevelsz, akkor azért nem egy érett szülői magatartás. Ez 2 évig tart. 2 évet szerintem ki lehet bírni, utána a gyerek már végigalussza az éjszakát. Ha azt se bírod ki, akkor nagyobb az egód, mint amilyen egyébként mint amennyire erős benned a szülői döntés. Ez egy gyenge egóbeli dolog szerintem. Ez nem arról szól, hogy te másnap kipihent vagy, annak a gyereknek tök mindegy. Ha az a gyerek éjszaka sír, akkor az anyjára van szüksége. És igenis kelljen föl egy nő. Tehát, hogy ne legyen önmagának egy nő fontosabb, mint az, akit ő megszült. Mert akkor a gyereknevelés nem szól másról, mint hogy életedben először valahova hátrébb sorolod saját magad. És valakit magad elé teszel. Ugye milyen az ember, nem? Hát amíg nincs gyereked, önmagadnak vagy a legfontosabb, ez tényleg így van. Van egy feleséged, csajod, barátnőd, csajozol, szexelsz, jössz, mész, mozizol. Megszületik valaki, akkor az nem szól másról, mint hogy jön valaki, aki már fontosabb a te életedben, mint önmagad. Mert ha beteg, ott állsz az ágyánál, ha éjszaka föl kell, ott vagy, ha sír, megőrülsz a fizikai fájdalomtól, én legalábbis belehalok, mikor ülök vasárnap 7:45-kor a szőnyegen, és 8:30-kor már nagyon egyedül vagyok, és még mindig csak 8:30 van, de megteszem. Mert valaki fontosabb önmagamnál. És ennek a nőnek, a te barátnődnek, ő saját maga fontosabb a gyerekénél. Ez nem egy érett dolog. Ez egy nagyon, nagyon kezdetleges egóbeli magatartás. És ráadásul nem lesz jó. Tehát, hogy érted a gyerek felé nem fog jót mutatni azzal, hogy ő kipihent lesz, mert ő valószínűleg egyébként, nem ismerem ezt a hölgyet, de valószínűleg kevesebb ad szerintem a gyerekének napközben is, de azzal sokkal többet ad. De lehet, hogy napközben kipihent, de imádja, nem idegesíti a sírás. Nagyon sokan abba rokkannak bele egyébként. Mi is, én ezt tökre megértem, hogy az éjszaka nem alvás, az kikészít. Attól kiborulsz. Tehát nincsenek színek, eltűnik minden, haragos vagy, ugrasz mindenre, tehát meg akarsz ölni bárkit, aki felemeli a hangját.
De mégis ebben az a feladat, hogy beleállok és megcsinálom, és végigcsinálom, vagy puha vagyok, és nem csinálom meg. És nekem semmi bajom azzal, aki nem csinálja meg. Én nekem nem attól nagy magyar anya, hogy már pedig kellni, nem adni bölcsödébe, 3 éves korig otthon lenni. Nem ettől. De éjszaka, igenis, föl kell kelni, basszus, mert a gyereknek rád van szüksége. Igen, de nem ítélem el, aki nem. Hogy nézel ki, mennyire vagy kipihent? Hát én most tényleg nem mondom el, mert amúgy Móni hallgat minket, de hogy ő 3 éve keresztül hogy nézett ki a virág mellett. Szegény. De nem is volt vele szemben semmiféle olyan elvárásom ez alatt az időszak alatt, hogy ő most tényleg legyen patent, nézzen ki jól, mert hogy miatta meg a gyerek miatt, meg a rokonok, meg a szomszéd, kit érdekel. Hát összetett dolog ez, mert azért a pari elvárja, hogy a nő legyen szexi, igen, azért jól nézzen ki, ne pukkadjon le. Meg lehet érteni. Szóval nehéz dolog, de ne legyen emiatt lelki furid, amellett, hogy te fáradtabb vagy, vagy amellett, mindenét odaadta. 3 éven keresztül reggeltől estig semmi más nem volt, csak a gyerek az életében. És szóval emiatt szerintem nem, ne legyen lelki, nem csinálod rosszul, nyűgösebbek vagyunk, fáradtabbak vagyunk, de annak a gyereknek rád van szüksége, meg annak a gyereknek az anyára. Az a gyerek szorong ettől, hát valaki, aki nem kap meg éjszaka és sír, és 9 hónapig benned volt, az szorong, hiába kapja meg az aggódó babysittert, meg a nagymamát. Van egy szeparációs szorongás, ott van az anyja, föl kell venni, hát ez sajnos így vagyunk ódolva. Tehát ugye emiatt szerintem ne legyen lelki furid. Ami még egyébként érdekes, és amit szintén egyszer egy pszichológus hölgy mesélt nekem, hogy azok a kislányok, akik úgy nőnek fel, hogy otthon anyu önfeláldozó üzemmódban van, azoknak nagyon sokszor későbbiekben, ha már felnőttek, megtermékenyülési problémáik vannak, mert hogy tudatalatt elutasítják ezt a szerepet, ők nem akarnak egy ilyen szerepet. Tehát akkor már kihat az emberiség júlényi idő alatt, hát nem? Hogy mire gondolsz most pontosan? Arra, hogyha azt látja, hogy anyu nem anyu, és és nincsenek vágyai, és nincsenek céljai, hanem csak a család, és csak a család, és ez az üzemmód az egyetlen, amiben ő tud ketyegni, akkor, hogyha a kislány ezt a példát látja maga előtt folyamatosan, jól lehet, elismeri az édesanyja minden szenvedését, amit ő hozott, uh-huh, és becsüli és tiszteli ezért, de hogy tök érdekes, hogy tudatalatt elutasítja ezt a szerepet, és nem akar vele azonosulni, és hogy azt mondták, hogy egy csomó ilyen lánynál, hogyha gyereket akarnak, nem jön össze a gyerek. És azért nem jön össze, mert hogy itt valahol nagyon mélyen ő nem akarja ezt a szerepet. De be lehet valami, persze. A gyereknek nem az a lényeg, hogy te mit csinálsz, hanem a gyereknek az a lényeg, hogy önazonosan neveled-e vagy nem. Ha te kiteljesedsz úgy, hogy te közben jogázol, jössz-mész, és azt látja a gyerek, hogy boldog vagy, de megkapja tőled, amire szüksége van, boldog lesz. A gyereknek ott van a zavar, hogy mutatsz felé egy képet, de közben nem azt érzed. Mondok valamit, például neveled a gyerekedet, de gyűlölöd és haragszol rá, hogy elvette az életedet, beszorultál 4 fal közé, és megpróbálsz nagy magyar anya lenni, de közben frusztrált vagy, dühös vagy. Azt a gyerek megérzi. Vagy önfeláldozó módon te mész, és 6 munkahelyed van, és stb. És nem vagy otthon, és ugyanúgy szorongsz, hogy nem vagy a gyerekeddel. Tehát a gyerek akkor boldog, ha azt csinálod, amit valóban felé is kommunikálsz. Ha az egy önfeláldozó élet, és te abban vagy boldog, akkor azt a szerepzavarnál és az önképzavarnál bolondul meg a gyerek. Na, szerintem. De Balázs, de hát nem, ez nem úgy van, hogy én ezt a szerepet ezt választom. Hát ez hát dehogy nem. Hát de hogy nem. Álljatok meg már, ne hülyeskedjetek. Na, hát dehogy nem, na, hogy már. Okay. Ez nem úgy van, hát mire gondolsz? Azt mondom, hogy 10 nőből 8 az kénytelen azonosulni ezzel a szereppel. Mert gyerekvállalás jó esetben az egy közös döntésnek a következménye. Állj, nem arról van szó, hogy amiről eddig beszéltünk, hogy akkor egyszer csak összehozunk egy gyereket, és akkor én már pedig gyereket akarok. Ezt tudom, ez 2 embernek a döntése. De 10 esetből 8 esetben a nő tolja a szekeret, és ő mond le többről, és neki... Így van. Hogy is mondjam, ez egy feladat. Így van. Tehát, hogy... te könnyen mondhatod azt, hogy én ne azonosuljak ezzel a szereppel, nekem muszáj ezzel a szereppel. De ezt is bele kell kalkulálnod, amikor gyereket válasz. Na de hát ez tud, benne van a pakliban. Hogyne, persze, hogy benne van a pakliban, csak azt... De előtte még szép volt, amíg nem volt meg, most már nem jó. Most Júli, melletted vagyok egy kicsit, hát nyilván ettől sok nő szenved, hogy le kell adni az egódból, hogy nem tudsz annyi társaságba járni, hogy megváltozik az életed, főleg az első gyerek után van nagy törés, de a másodiknál már azért sokkal könnyebben megy, mert addigra már 3 évet leadtál. Tehát ez egy, nyilván értem, hogy ez egy baromi nehéz döntés, egyszer csak beszorulsz 4 fal közé, kelsz éjszaka, elmaradnak a találkozások, megszűnik a mobilitás, egy csomó dologgal jár, értem, amit anyaként baromi nehéz megszokni, okoz szülés utáni depresszió, rengeteg minden van. Ez egy rohadt nagy feladat szerintem. Ebben a pasi vagy segít, vagy magadra hagy, és elmenekül dolgozni. De a Feldmár mondta egyszer, én nagyon szeretem az ő könyveit, és ő azt mondja, hogy a gyereknek rád van szüksége, és nem egy jó anyára. És hidd el, hogy ez igaz. Mindegy, hogy te fáradt vagy, vagy mindegy, hogy te milyen vagy, az a lényeg, hogy ott legyél mellette. Mert neki rád van szüksége, nem arra, hogy te kisimultan legyél, és jó legyél, és szép legyél, csak legyél mellette. Hát akkor itt ha aztán, hogy az ember mit
csinál a saját egójával, az egy baromi nehéz kérdés, de tökre megértem, nyilván nagyon nehéz. Főleg, hogy a palid jön, megy, te otthon maradsz, beszorulsz, hát ezek életciklusok, amiken túl kell lenni, ezek nehéz kérdések. Meg ráadásul, megviseli a kapcsolatot, a szexet, a párkapcsolatot, hát ez egy baromi nehéz kérdés. Az első néhány évben teljesen egyértelműen, ugye már csak azért is, mert 9 hónapon keresztül ők együtt voltak, tehát a gyerek meg az anya olyan szinten kötődnek egymáshoz, hogy ezt a fajta kötődést ezt nem tudja felülírni az apa vagy az apa iránti szeretetet. Egyszerűen nem tudod, tehát akármennyire is te mondjuk szeretnéd átvenni a terheket a feleségettől, a kedvesettől, a szerelmettől, a gyereknevelésben nem tudod átvenni, mert hogy a gyerek arra vágyik, hogy az anyja ölelje magához, hogy az anyja menjen vele, hogy az anyja azért legyen. Azért sok palinak kifogás is, hogy jönnék drágám, de hát a gyerek rád vágyik. Ez igen, lehet kell nézni. Van igazság. Azért otthon lehet lenni, azért nem kell este 9-re hazamenni, mert van egy gyereket és a hidegráz attól, hogy sír, mert az anyja, a gyereknek az anyja rá. Van igazság. 10-ből 8 palinak ez inkább kifogás. Van. Én jönnék kicsit. Van neked, ilyen is. Sajnos neked kell. Hozzád akar menni a gyerek, menj oda! Sír a gyerek, fog meg azonnal. Tehát igenis azért egy pali nagyon sok mindent tud átvállalni, meg tud szerintem segíteni. De nem lehet az anyja helyett anyja. De hát ez egy nehéz dolog. Ugye szerintem az a nehéz, hogy nem tudod igazából, hogy mit vállalsz. Szóval jön egy gyerek, és akkor jaj, de szép a habos-babos terhesség, és akkor a nászút meg gyönyörű minden, aztán megérkezik egy síró gyerek, nem alszol, és fölborul az addig megszokott benyomásokra, tapasztalatokra épülő életed, és mindened borul. És aztán vagy visszatalálsz a normához, vagy megőrülsz. Ki hogy éli meg vérmérséklete alapján? Amit nagyon érdekes, hogy a Miro nagyon szeretne harmadik gyereket, és így állandóan próbálkozik. De van a kettővel, meg ott van, meg neveli, meg, vagy csak tudatilag szeretne, ez sem mindegy, tehát beleáll, mint férfi? Figyelj, igen, erről már beszéltünk egy párszor, hogy ő vendéglátós, így ebből az apropóból ő nincsen nagyon otthon. Hát ő úgy szeretne egy harmadik gyereket. Aha. És én múltkor gondolkodtam. Négyig ne álljatok meg, Gyuli, szerintem. Én is azt mondom, négy gyerek a gyerek. Hogy nem szeretnék, és hogy miért nem szeretnék, és azért, mert azt érzem, hogy annyi minden veszett el belőlem, azóta, mióta megvannak a gyerekek, és most ne kezdjenek el mindenki küldeni aki arról, hogy én milyen anya vagyok, ne, igen, mert egyébként az a két gyerek nekem, tehát bármikor, bármit adnék értük, tehát hogy őróluk szól az életem, de hogy közben annyit minden tűnt el belőlem, amit sajnálok, hogy eltűnt, hogy azt mondom, hogy egy harmadik gyereket én már nem. Köszönöm. Már annyi, hát ezt annyi meg kell vele beszélni, mert nem. Ez meg az ő részéről ő meg önzés. Kutya, azt mondta, hogy ezek után akkor jó, akkor legyen egy kutyánk. Akit majd te fogsz, te fogod etetni, és te fogod orvani majd az állatorvos. Családi kedvezményre hagyta meg, kibe vagy. Ez mi ez a nél, hogy legyen kutya, nincs otthon egyébként sétáltat. Nem, ő egyébként egy nagy család. Neki sok testvére van, nagy családban nőtt fel, és ő azt látta, hogy minél nagyobb a család, annál nagyobb a boldogság. Miért mondasz, hogy eltűnt belőled? Tehát lemondt a vágyaidról, az álmaidról. Így van. Igen, eltűnnek ezek. Tehát egyszerűen annyira ez, hogy nem a jó anyára van szüksége, hanem rád, amit az imént mondtál, hogy én rám... Ezt a Feld már mondta, sajnos nem én vagyok ilyen okos. Már mondta, hogy én tudtam, hogy rám... De én viszont rendes vagyok, hogy elmondtam, hogy a Feld már mondta, igen. Hogy rám van szükségük, és én aztán tényleg, mint a gyalogkakukk, én mindig ott voltam mellettük, és akkor is csináltam, amikor egyébként egy porcikám se kívánta. És olyan sokszor csináltam akkor is, amikor egy porcikám se kívánta, hogy már egyáltalán... Figyelj, ha beleáll az ember, akkor brutális lemondás. Tehát közben meg alszol a gyerekeddel, vagy altatod, és este 6 évesen odabújik, és azt mondja, hogy szeretlek, és elmeséli az első gólját a foci edzésen. És azt gondolod, hogy nincs nagyobb boldogság, és együtt elalszotok, és fogja a kezed, és azt mondod, hogy bármiről lemondanál. És másnap este nem tudsz elmenni moziba, mert segítened kell otthon fürdetni, nem jutok el egy moziba 3 hónap után, fölkötöm magam. Tehát egy állandó harc önmagad között, az egóddal és a gyerekeid között, ugye a választás, a döntés. De hát nézd, én azt mondom, hogy azért mondjuk, ha azt nézed, hogy mondjuk az életedet élet 60 évig, abban mondjuk 20 éves korodtól tudatosan élsz, vagy mondjuk 70 éves korodig élsz, mondjuk 50 év, abból mondjuk itt 15 évbe kell jól beleállnod, ami kemény igazán, akkor azért még előtte, utána marad. Szóval, hogyha úgy fogod föl, hogy oké, az első 10 évben, amikor a legfontosabb, ott vagyok velük, de utána még marad idő magamra és a vágyaimra, akkor egyből nem annyira
nehéz a dolog. Én legalábbis ezt minden este elmondom magamnak. Aztán persze lehet, hogy holnap már előtt... csak 5 évig kell kitartani. Nyugi Bari, szorítsd össze a fogaidat. Nyugi Bari, már csak 16 éves elköltöznek. Tehát, hogy, tehát már azt mondom, csak 5 év és eltemetnek. Igen, és aztán lesz egy prostatarákod, lehet 45 évesen is a dolognak ott a vége, nem lehet tudni. De hogy közben azért ez egy befektetett idő, arra kell gondolni. Aztán utána, amikor kirepülnek, vagy már kamaszodnak, és elkezdenek leválni, és majd azt mondja iskolás korodban, hogy anya, engedd el a kezem, ciki. Vagy már neki sérje, vagy hétvégére ja, eltűnik. Vagy apa, te vagy, ez már ciki, ne gyere el. Akkor meg hirtelen visszakapod majd az életedet. Igen. Tehát szerintem arra a 10 évre kell gondolni, ez nagyjából addig tart. Azért az egy kibírható időszak. Nálunk 12 volt. Na. Már nem kell bevele elmenni az iskolába, mert már cikik. Na, és ezt mondom. Pedig és én mennyit dolgoztam rajta, hogy előlegek cikik. Hát ez az, hogy micsoda hálátlanság. Én a gyerekeimnél is erre gondolok, hogy lesz idő, amikor azt mondja, hogy figyelj, apa, már ne öleges már, mert fiú vagyok, tök ciki. Akkor még inkább legyen 5 év, ami kemény, meg kelek, de az olyan 5 év, ami utána kitart életed végéig. Hát abban nem beleáll az ember, vagy nem végig hát beleáll csinálja, az ember, és aztán közben meg egyébként még nyilván azon is rágja magát, hogy vajon jól állt-e bele. Na, hát az meg egy más. Na, hát az meg egy következő és téma, hogy jól igen. Csinálja-e a dolgokat, és ez a befektetett energia, ez aztán ez nem is az, hogy visszajönne, de hogy tényleg úgy fog alakulni. És majd jön a kamaszkor, amikor a legnagyobb ellenséget te leszel. Ugye? Tehát annál nincs szebb, amikor egyébként 10 évig keltél, beteg volt, ott voltál, pelenkáztad, és a legnagyobb ellenséget te leszel az ő kamaszkorában. Az szép. Hát ilyen ez a gyereknevelés. Ennyi. Nem? Egyszerűbb az egy csigaházakból összerakni a parlamentet. Jó, mondanám, hogy egy gyerek nem gyerek, de azért egy gyerek nem gyerek. Tehát, hogy azért te most a Czóresz könyv végén vagy azért. Hát. Egy gyerek nem gyerek azért, főleg, hogy 13 éves már, tehát, hogy te ezt valahogy nagyon jól ítéztek. Irigyelek is benneteket. Mióta kettő van, azóta tudom, hogy egy az nyugodtan ül, az nem berekszik, az egy helyben négy van, a az végzi a vacsorát. Négy a gyerek. Te jó apa vagy, te beleállsz, tehát hogy te nem azért mondod, hogy számszanilag legyen meg, te ott vagy, viszed edzésre, tehát te ezt jól csinálod, le a kalappal, ha négyet tényleg bevállalsz. Én úgy köttetném el magam, mint a húzat, de... Akkor meg vagy. Tehát, hogy én most meg vagyok, én érted, megállok Kelenföldön, ha kell, inkább nem csinálok semmit. Én vonatra se szállok. Hogy a büdös életben nagyon jó, élete végig lesz egy társa, a tesója, le a kalappal, Feri, a négyed, de komolyan mondom. Tehát amikor négyed, majd meg négy helyre viszed, meg négy jár előkészítőre, meg négy beteg. Négyen mennek egy helyre. Így van, meg szóval, a nagyok már tudják vinni a kicsit. Én nem is értem, hogy te beteg mellé. Vagy, vagy te megőrültél, vagy nem, miért akarsz a gyereket? Az első kettő nagyon bejött, de majd a harmadik, vagy a negyedik. Nem, a negyedik. Jó volt, most jön egy jó hármas szem. Fiú iker, és beleőszülsz. Tényleg. De röhögnék. Még egy kört a Ferinek, ez most ő fizeti. Szép, egészséges a gyerek, ugye? Visszaszok még? Hajrá, Feri! Drukkolok neked, hajrá, Feri! Fiú, mind a három! Igen, legyen szívesek, állítsanak valamit az ultrahangon, mert úgy néz ki, kicsit zsizsikes lenne a kép, egy ilyen vibrál szellem, és nem háromban bent, vagy négy gyerek. Hát le a kalappal előtted, le a kalappal aztán Judit előtt, meg pláne, hogy ő ezt még egyszer bevállalja, és megszabni, és végigcsinálja, és ja, hogy mi van veletek? Hát miért nem elég? Van két szép gyereketek, arra is hogy cukik. Én nem szülök harmadikat. Ja, nem, Feri, nem. Miért tudod? Dehogy nem. Ne viccelj már. Odaférkőzik majd. Oda söndörödik egy kicsit. Jaj, mit csináltál? Amíg aludtam. Nem, állj meg, Gyuri. Jó, nem a kettő. Figyelek, oda. Az egy kerek dolog. A Mirónak könnyű. Tehát ez reggel elmegyek, este hazajövök, és szűnj már nekem még a gyereket, azért az úgy könnyű, legyünk őszinték. Úgy baromi könnyű. Legyen már otthon két napot a gyerekekkel. De tényleg. Az első születés. Na jó, van még lelki furid, vagy segítettünk? Nincs több lelki furid. Jó, aki föl kell, az jól csinálja, szerintem. Tényleg. Jó van, oké, köszi, Juli. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.